vastrand röplabda elemeit is gyakorolhatták a Dunaferesen röplabda táborában résztvevő gyermekek. Az egyhetes turnusokban zajló program számos szórakoztató elfoglaltságot kínál a táborozóknak. Nagyon sokat labdázunk, nagyon sokat, jól érezzük magunkat általában, sokat lejövünk a szabadstrandra, játszunk, szórakozunk mindannyian. Hát nagyon jól érzem magam a táborban, meg az öcsém is, ő is jött velem. Nekem a legjobban azt tetszik, amikor mondjuk lejövünk a szabadstrandra és strandröpizhetünk. Nekem a strandröplabda a kedvencem. Nekem is nagyon tetszik a tábor, és ami jó benne, hogy ugye sok itt a barát, meg ismerek mindenkit, és hogy nagyon sokat labdázunk. Szabó Gábor, a Dunaferese edzője, egyben a tábor egyik vezetője elmondta, pozitív tapasztalataik vannak, hiszen a vártnál nagyobb érdeklődés volt az események iránt. Ugye úgy terveztük, hogy nagyon sok külsős fog bejönni. Most elmondhatjuk, hogy a fele az úgymond olyan külsős emberke, gyerek, aki eddig nem röplabdázott, illetve csak erre a táborra jött el. Úgy néz ki, hogy hál' Isten nagyon sok gyerekkel sikerült megszeretetni a röplabdát, nagyon sokan vannak, akik visszatérők, olyanok is, akik eddig nem röplabdáztak, és egy hétre jöttek, viszont már a jövő hét lesz mondjuk a negyedik hetük. Ezen a héten is van olyan, aki be se jelentkezett, csak megjelent, hozta a kis befizetnivalót, és ugye itt van a táborba, és nagyon őrzik magukat. Hozzátette, számos kísérő rendezvényt is kínáltak, így például a rendvédelemben dolgozók is tartottak bemutatót a gyermekeknek, és ellátogattak a mentőállomásra is. A Dunaferese röplabda tábora a jövő héttel zárul majd.